Az, hogy most itt állunk ugye a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményben, ennek több apropója is van. Egyrészt egy jubileum, hogy a grafikai gyűjtemény megalapítása gyakorlatilag egy 150 évre tekint vissza. Másrészt egy kötet bemutatója is alkalmat ad erre. A Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményének a törzsanyaga, az alapja, hogy a régi képtára és az Eszterházi gyűjtemény. Ugye Eszterházi Miklós éppen 150 éve, 1871-ben kötött szerződést a Magyar Állammal és adta el az Eszterházi gyűjtemény nagyobb részét. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria különböző gyűjteményeiben több tízezer rajzot és több mint 200 000 sokszorosított grafikai művet őrzünk nagyjából az 1300-as évektől napjainkig. Tehát 8 évszázadot fog át ez a hatalmas műtárgy együttes, és ennek a különlegessége tényleg az, hogy gyakorlatilag az újkori európai művészet egész történetéről átfogó képet tudunk nyújtani ezáltal a látogatóknak, illetve az érdeklődőknek. Ugyanakkor látni kell azt, hogy ez a műtárgy együttes, noha méretét, kvalitását, összetételét tekintve, ahogy említettem, átfogó képet ad az európai rajz és grafikai művészetről, mégis a szakma, illetve a közönség számára is kevéssé ismert, hiszen jól tudjuk, hogy a papíralapú művek, a rajzok és a grafikák ugye a környezeti ártalmaknak sokkal inkább ki vannak téve. A papír megsárgul, a pasztell lepereg, a tinta kifakul, tehát ezeket a műveket csak időről időre tudjuk a közönség elé tárni. Kötet apropója az volt, hogy 150 éve vásárolta meg a Szépművészeti Múzeum az Eszterházi gyűjteményt, ami hát a legnagyobb magyar főúri gyűjtemény volt, és hát a grafikai gyűjteménynek, a rajzoknak körülbelül az egyharmada, a metszeteknek pedig hát a bő fele az ebből a gyűjteményből került ide. Ez úgy nagyságrendileg azért azt jelenti, hogy több mint 3000 rajzról és több mint 50 000 metszetről van szó. Eszterházi Miklós, aki a gyűjteményt összehozta, egy felvilágosult szellemben épít egy gyűjteményt, ami teljesen más szemlélet volt, mint amit korábban megszoktunk. Korábban általában különleges és egyedi műveket gyűjtöttek, abban az értelemben, hogy elsősorban a különlegesség számított, az, hogy egy nagyon nagy névtől egy nagyon híres művet szerezzenek meg. Ezzel szemben az Eszterházi Miklós persze szintén gyűjtött nagy neveket, de elsősorban egy olyan szemlélet vezérelte őt, amit az enciklopédikus gyűjteményeknek nevezünk, tehát ő a gyűjteményen keresztül a teljes művészettörténetet akarta bemutatni, ez volt az elsődleges célja, és éppen ezért úgymond jellegzetes műveket gyűjtött minden korszakból. Ebben a fajta gyűjteményben a metszetek és a rajzok azok különösen fontosak voltak, elsősorban a metszetek, hiszen a metszeteken keresztül tudtak egy csomó olyan fontos művet bemutatni, amiket vagy egyáltalán nem lehetett megszerezni, mert annyira ritkák voltak, vagy esetleg falképek voltak, és eleve nem is mozdíthatóak, vagy szobrok reprodukciói. Elsősorban az Eszterházi gyűjtemény az azzal a szándékkal jött létre, hogy egy ilyen enciklopédikus, teljes módon mutassa be a művészet történetét. Most emellett természetesen vannak kifejezetten híres vagy kiemelkedő alkotások, ugye ő is igyekezett azért a nagy nevektől gyűjteni, és ilyen például a Leonardónak ez a két fej tanulmánya, ami nem csak a múzeumnak az egyik főműve, hanem a Leonardo életművön belül is nagyon különleges rajzokról van szó. A mi gyűjteményünk a maga a 100 000-es nagyságával egyébként olyan gyűjtemények sorába illeszthető, mint a frankfurti, a zürichi, a prágai vagy a varsói gyűjtemény, tehát nemzetközileg egy jegyzett, egy jó nevű gyűjteménynek számíthatunk. Nem célunk egyébként a művészet történet minden nagy szereplőinek teljes életművét gyűjteni, tehát itt gondoljunk arra, hogy a nemzetközi művészetnek több tízezres nagyságú művésze megtalálható a gyűjteményünkben, de nem törekszünk arra, hogy minden művésztől minden grafikát, minden rajzot megszerezhessünk. Inkább az a cél, hogy egy átfogó művészettörténeti képet tudjunk nyújtani. Vannak egyes művészek, ilyen például a jó nevű Francisco de Goya, vagy Henri de Toulouse-Lautrec, akinek az egész grafikai életművét birtokolhatjuk. A rajzokra általában úgy tekintünk, mint olyan alkotásokra, amik a leg
közvetlenebb módon tükrözik vissza a művésznek az eredeti szándékait, hiszen ezek legtöbbször vázlatok, olyanok, amik festményekhez vagy falképekhez készült előkészítő vázlatok, és így a legeredetibb vagy legautentikusabb módon őrzik azt az elképzelést, amit a művész gondolt vagy szeretett volna erről a műről. Érdekes ugyanakkor belegondolni abba, hogy ezek a művek ezek egészen más formában maradtak fenn, mint ahogy akkoriban készültek. Itt ez a két Leonardo-ra ez is nagyon szépen körbe van vágva, úgy van komponálva, mint egy festmény. Passzpartúzva vannak, ezek gyakran a régebbi gyűjteményekben díszes passzpartuk voltak, tehát a festmények kereteit imitálták, de ezek már a későbbi gyűjtői szemléletet tükrözik. A Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteménye a nemzetközi művészettörténet, azon belül is a nyugati művészet remekei gyűjti. Már egy meglehetősen homogén gyűjteménynek tűnik, hiszen papíralapú munkákról beszélünk, valójában technikai értelemben egy nagyon sokszínű gyűjtemény. Általában, ha grafikáról beszélünk, az emberek ceruza rajzokra gondolnak, hiszen a művészek egyik legalapvető, legelső tevékenysége, amikor ceruzával egy papírra felvázolják a kompozíciót, akár egy festmény előkészítéseként, akár egy önálló kompozíció kitalálásaként. Igazából azonban nagyon sokszínű ez a műfaj, nem csak ceruzával, hanem szénnel, krétával és vízfestékkel, akvarellek is készülnek, és ezeket is gyűjtjük, pasztelműveket is. És a gyűjteménynek tulajdonképpen igen nagy százaléka az úgynevezett sokszorosított grafika. Sokszorosított grafika alatt azt értjük, amikor nyomtatással kerül egy mű, egy kompozíció a papír alapra. Ezért aztán ez egy nagyon sokszínű gyűjtemény, több száz évre visszatekintő gyűjteményről beszélhetünk, egészen a miniatúráktól, amik egyébként nem is papír alapra készültek, hanem pergamenre, de a sokszorosítás első fametszetei is megtalálhatóak a gyűjteményünkben, és megtalálható egy csomó rézmetszet, részkarc, litográfia, akvatinta, mezzotinto, és a kortárs művészetnek az olyan találmányai, mint a fotónyomatok, a szerigráfiák és a különböző kísérleti műfajok. Amikor sokszorosítást mondunk, akkor igazából nem is mondjuk helyesen, hiszen sokszor nem is ezen van a hangsúly, hogy sokszorosítási célból készülnek ezek a művek, hanem a nyomtatáson van a hangsúly. A művészek elkezdenek különböző technikákkal kísérletezni, és ezek a technikák aztán megjelennek a papíron is. Épp ezért, amikor ezekkel a művekkel mi művészettörténészként foglalkozunk, akkor, és ez talán a legizgalmasabb része ennek a szakmának, nem csak kompozíciókkal és forrásokkal és mondani valókkal foglalkozunk, hanem azzal is, hogy hogyan készültek ezek a művek, mik a technikai nüanszok, a művészt mi izgatta, amikor ezt a technikát választotta. A Nemzeti Galériának alapvetően a gyűjtőköre az a magyar és magyarországi művészet köre, és ez jellemző a grafikai gyűjteményre is, tehát elsősorban főként Magyarországon dolgozó művészeknek a munkáit gyűjtjük. Adottságokból adódóan körülbelül a 18. század legvégétől beszélhetünk a gyűjteményünknek a kezdetéről, tehát alapvetően 19-20. Századi művészeknek a munkáit gyűjtjük. Korábban a kortárs műveket is mi gyűjtöttük, de amióta megalakult a jelenkori gyűjtemény 1975-ben, azóta bekerült kortárs gyűjtemény az oda került, és ott nem jellemző a műfaji szétválasztás, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a grafikai gyűjteményben vannak papírmunkák, hanem a jelenkori gyűjteményben is, és azokból is bőven válogattunk nagyon szép anyagot. Régi adósság törlesztésére nyújt lehetőséget ez a jubileumi kötet, ami most itt van a kezünkben, és nagy öröm, hogy megjelent, hiszen egyszerre tiszteleg 8 évszázad rajz és sokszorosított grafikai művészete előtt egy főúri gyűjtemény állami tulajdonba kerülésének évfordulója előtt, illetve az azóta eltelt gyűjteménygyarapítás, a 150 éves gyűjteménygyarapítás előtt. Tehát egy összintézményi projektről, egy nagy volumenű projektről van szó, hiszen a két intézményből 14 muzeológus munkája került ebbe az 540 oldalba, és egyébként ez egy érdekesség és véletlen, hogy 540 oldalon 540 remek művet mutatunk be. Több újdonsága is van a korábbi gyűjteményi kötetekhez képest. Egyrészt az, hogy a rajzokat és a sokszorosított grafikákat korábban külön választották, és ebben a kötetben viszont egységben együtt mutatjuk be ezt a két műfajt, egymással párhuzamosan, illetve a magyar és a nemzetközi alkotások sem válnak ketté, hanem egymással párbeszédbe kerültek a kötetbe. Ez
Ebben a kötetben igyekeztünk úgy válogatni, hogy a rajzművészet szempontjából legkiemelkedőbb műfajok, legfontosabb problémák köré csoportosítsuk a műveket. Ebben az értelemben például van egy külön tájkép szekció, több századon keresztül ível a tájképnek a problémája, de a 19. századi tájkép rajzolásról például egy külön fejezet szól, ezt én írtam, ezért is emlegetem. Egészen lenyűgöző az, ahogyan a teljes 19. századi tájkép festészet fejlődését, változását a rajzművészeten keresztül lehet például követni. És ugyanígy külön fejezetet kapott Ripperonai József, egész kiváló rajzművész volt, az ő esetében még azt is megkockáztatnám, hogy rajzban gondolkodott gyakorlatilag. Az, hogy ő neki egy kompozícióval, akár egy festménnyel, vagy akár egyáltalán a művészi kifejezéssel kapcsolatban milyen ötletei, milyen gondjai, problémái vannak, ezt mind lehet követni a rajzművészetében, és az is nagyon sokféle, nagyon változatos, egyként magába foglalt tusrajzot, féktelenül finom ceruzarajzot, akvarelleket, litográfiát, sőt plakátot is. A tematikus egységek úgy épülnek föl, hogy különböző grafikai problémákra, rajzi kérdésekre, változásokra szerettünk volna rámutatni, illetve fölhívni a figyelmet, mert még mindig úgy érezzük, hogy egy picit a műfaj háttérbe szorul mondjuk a festészeti, illetve szobrászati alkotásokhoz képest. Szerettünk volna a nagy közönségnek is szólni azzal, hogy a best of műveinket, tényleg a highlight műveinket mutatjuk be, de a szakmának is azáltal, hogy alapkutatásnak tekintjük azt, hogy a kötetben a művek mellett egy nagyon komoly gyűjtemény történeti kronológiát állítottunk össze. Az elmúlt 150 év legfontosabb szerzeményezéseit, nyakorlatilag összeszedtük az összes kiállítást, összes grafikai kiállítást, ami az intézményünkben megvalósult, vagy akár az intézményünk által külföldön a saját műveinket bemutatva. Két interjú is található a kötetben, két képzőművésszel, hiszen azt gondoltuk, hogy a nagyon tudományos vagy művészettörténeti szem mellett érdekes lehet az alkotói szem is, hogy az alkotók hogyan vélekednek, vagy hogyan állnak a papírhoz, a rajzhoz, a grafikákhoz. Ne csak a mi elméleti megközelítésünkben kerüljenek ezek a művek a közönség elé, úgyhogy Maurer Dórát és Georg Bázericet kértük meg egy grafika fókuszú beszélgetésre, akik örömmel vállalták, hiszen mindkettőjüknek az életművében kitüntetett helyen szerepelnek a rajzok és a sokszorosított grafikák. És ehhez szeretném még hozzátenni, és azt gondolom, hogy ez tényleg a kötet, illetve az ünnepnek a különlegessége, hogy mindkét művész a jubileum, illetve a kötet megjelenése kapcsán egy-egy művel, illetve Georg Bázeric 30 saját grafikájával ajándékozta meg a gyűjteményünket, illetve Maurer Dóra is egy különleges digitális nyomatával gazdagította a gyűjteményünket a jubileum kapcsán. Ezekre azért az a jellemző, hogy hát ugye mi nagyon szeretjük őket, hiszen ez a szakmánk, ez a szenvedélyünk, hogy úgy mondjam, de azért ez egy kicsit másfajta figyelmet igényel, mint mondjuk a nagy, látványos, színes festmények. Tehát azért az a jellemző, hogy akit érdekel a papírmunka, a grafika, az egy kicsit több időt hajlandó szánni a műnek a tanulmányozására, kicsit közelebb hajol, tehát azért ez egy kicsit kifinomultabb dolog, persze nem akarok megbántani ezzel senkit. Tehát ez nagyon, nagyon speciális anyag ez, és nagyon-nagyon sok szépséget rejt, és igyekeztünk úgy válogatni, hogy a legváltozatosabb főműveket tudjuk kiválogatni. Nagyon fontos látnunk, hogy noha a közönség számára egy gyűjtemény valójában a művekből áll, de fontos felhívni arra is a figyelmet, hogy a művet mögött dolgozó vezetők, muzeológusok állnak, és ez egy olyan szakma, amely valamennyire nem tudja, bizonyos szempontból nem tudja kizárni a szubjektivitást, ugye a választásainkkal, hogy mit állítunk ki, miről publikálunk, mit dolgozunk fel, prioritásokat határozunk meg, és valamilyen szinten közönségformáló szerepünk is van. Úgy gondolom, hogy soha nincs lezárt téma, vagy hogy kimondhatnánk azt, hogy feldolgoztunk egy életművet, hiszen minden kornak hozzá kell tennie a maga tudását és kérdésfelvetéseit és szemléletét, és új megvilágításba kell helyeznie már meglévő életműveket. Ez a fantasztikus gyűjtemény, amivel dolgozhatunk, ez még hosszú évtizedekre vagy évszázadokra feladatot fog adni a művészettörténészeknek.